Cucurella Endre 1958. Mert az élőkből holtat csinált alakjukat megváltoztatva. Empedoklész. Nagyapám kövér volt és kopasz, feje tetején fényes bőr, hátul a tarkójánál körbe sűrű őszhaj. Időnként hozott haza bütykölni valót, kis csavarokat. Rá kellett a csavarokra tekerni az anyát, ilyen 2 centis darabokra fölvágott, szívószál vastagságú színes műanyag csövecskéket cérnára fűzni. Én is csavartam, és fűztem. Térdére ültette a húgomat, és lovagoltat, erre nagyon jól emlékszem. Nevetnek. Hopp, 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 így lovagolnak az órákok, hencegnek, hencegnek, fiatal emberek, leesnek, leesnek a kicsi gyerekek. A szoba közepén szép kis kerek dohányzóasztal, nagyanyám szalakorgolásos terítőjével lett akarva. Védd minket a nagyapám a ligetbe! Húgom szeretett volna színes papírból gyártott napernyőt, de nem lett neki. Lufit kaptunk, mint nyalókát, ha volt vattacukrot, akkor vattacukrot. Vattacukor ragad, nem ízlett nekem, de nem mondtam, hogy nem kérek. Megettem. Összeakacsoztam magam, amikor meghalt a nagyapám. Meg kellett menni a szobájába. Abba, ahol meghalt. Reggel van. Nagypapa anyát fekszik a fehér vaságyon, kendővel felkötő az állal. Fura látvány, még nem láttam ilyen. A vaságyat később kivittük a Vikent házba. Nagynéném megemelte, nagypapa egyik lábát, a lábujján elfogva, és elengedte. Fölefelé elengedi. Tompán puffan a matracon a sarka. Mereven visszahullott nagyapa lába. Hullamörevség, mondta. Látod? Nem csinált túl nagy ügyet belőle.